A kormányfő az Országházban tett nyilatkozatában elmondta, az idén keletkező költségvetési többletből minden nyugdíjas kap 10 000 forintnyi Erzsébet utalványt, a tervek szerint még karácsony előtt, de legkésőbb a két ünnep között. Orbán Viktor azt is megerősítette, hogy a 2017-re tervezett nyugdíjemelés mértékét 0,9%-ról 1,6%-ra emelik. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, mint minden év végén, így 2017 novemberében is szükség esetén korrigálják majd a nyugdíjakat, ez az infláció függvénye. Ha ugyanis az infláció magasabb annál, mint amit terveztek, akkor a nyugdíjasokat pénz illeti meg, magyarázta. Egy alig 18 éves fiút keres a ceglédi rendőrkapitányság. Légrádi Richárd tegnap tűnt el. A fiatal fiú barna hajú, zöld szemű. Kérik, hogy aki a képen látható fiatalember jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a Pest megyei rendőrfőkapitányságot a 061 236 28 83-as telefonszámon, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680 555 111-es telefontanú zöld számán. Senki nem ment el a ceglédi roma önkormányzat tegnap tartott közmeghallgatására, így az elnök Jakab István tolmácsolta a helyiek problémáját. Sok embernek gondot okozott a közkutak elzárása, ezért szeretnék, ha újra megnyitnák azokat, mondta az elnök. A közmeghallgatáson az aljegyző dr. Nagy Lajos válaszolt a felvetésre. A közkutak az Ökovíz Kft-től átkerültek a Bácsvíz Zrt-hez. Azóta már több kutat újra megnyitottak, de a felülvizsgálat még mindig zajlik az érintett önkormányzati képviselők bevonásával, mondta az aljegyző.